Már javában tart a Városliget beruházása, de a viták még továbbra is folytatódnak arról, hogy voltak éppen mi is ennek a közparknak az eredeti funkciója, és ennek megfelelően mit kéne szem előtt tartani akkor, amikor nem kevés pénzből hozzányúlnak a területhez. Mai vendégünk Bardóci Sándor tájépítész, aki sokat foglalkozott a Városligettel, a Városliget múltjával is, és határozott elképzelése van arról, hogy voltak éppen itt milyen célokat kellene szem előtt tartani a rekonstrukció során. Ha jól tudom, akkor egy vitába is bele szólt hangoztatta a véleményét, ami azzal kapcsolatos, hogy vajon a Városliget kialakulása az régebbre tehető-e, mint a 19. századi világkiállítás, ennek megfelelően a zöld, az fák, a fák, a növényi környezet volt-e az eredeti cél, a fontosabb, vagy pedig az abban megjelenő intézmények. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön, ha jól értem, akkor azt a nézetet képviseli, hogy a Városliget sokkal régebbi történelemmel rendelkezik, mint sem, hogy csak a világkiállításig vezessük vissza. Igen, tehát a mostani hivatalos Városliget ZRT genezis történetében nagyon erősen jelenik meg a világkiállítása való fölkészülés. Ugyanakkor azt tudjuk a különböző történeti adatokból, hogy az, hogy a világkiállítás a Városligetbe került, az egy akkori szükségszerűség volt. Ugye a rossz nyelvek szerint a honfoglalásunk és azért húzódott át 896-ra, mert hogy a, a építkezések elhúzódtak és azt is tudjuk, hogy az eredeti helyszín az, az nem, is, nem, is, a Városliget lett volna mi lenni, a világkiállítás. a kapcsán, hanem a lágymányoson akarták először megvalósítani. Ez különböző okokból nem jöhetett létre, és akkor kérte meg az akkori magyar állam a Székes Fővárost, hogy ideiglenesen adja át neki a Városligetet, mint a városnak egy nagyon fontos Kiránduló helyét, népparkját erre a célra, amit a, amit a város nagyon nem szeretett volna megtenni, de akkor is létezett egy ilyen állami nyomás ezen a, ezen a történeten, és végül feltételekkel adta át ezt a ezt a területet a világkiállítás céljára. Az egyik nagyon kemény feltétel az volt, hogy ez a kiállítás csak ideiglenes pavilonokkal jöhet létre, és utána teljes rekonstrukciót kell végrehajtani a közparkon. Ugyanis a közpark elég rossz állapotban volt abban az időben. Na most ez a teljes rekonstrukció az soha nem valósult meg, hanem az történt, hogy egyrészt a világkiállítás után néhány ilyen kiállítási pavilont nagyon megszerettek a, a a, az oda látogatók ilyen a Vajdahunyadvára, ami eredetileg tulajdonképpen ilyen favázas szerkezetű papundekli kulissza volt. Egy a Egy ilyen patyon amit amit e, aztán néhány évtized alatt teljesen szétrohadt, viszont e, annyira megszerettek, hogy aztán megépítették kőből. Nagyon sok pavilon elkerült, természetesen, de nagyon sok pavilon, amire ígéretet kapott a, a főváros, hogy eltakarítják, az megmaradt. És e, tulajdonképpen ez a, ez a 1896 utáni években elindult egy olyan folyamat, hogy, hogy hát a városligetre elkezdtek másként tekinteni, kompenzációként ezért építették meg a népligetet mert hogy azt mondták, a Városligetnek vége. És e, tulajdonképpen a Népliget az, az ezt akarta e, kompenzálni, hogy ahogy amennyiben a, mint közpark vége van a Városligetnek, akkor legyen mégis egy közparkja a Budapestnek. E, ugyanakkor azt látni kell, hogy a Városliget olyan szempontból egy nagyon fontos kulturális érték, hogy gyakorlatilag a klasszicista Pestnek az utolsó maradványáról beszélünk, amit ráadásul az első nemzetközi tervpályázat hozott létre. Ez József Nádornak a Lieblingje volt, ugyanis a Nádor, amikor Budapestre érkezett, vagy pontosabban Pestre érkezett, Pest-Budára, akkor az volt a, az ő fixa ideája, hogy ebből a ebből a koszos kis provinciális valamiből, itt a, a, az osztrák monarchia területén megpróbál egy világvárost létrehozni, és létrehozta ezt a szépítő bizotmányt. E, és a szépítő bizotmánynak az első komolyabb projektje volt a Városliget nemzetközi tervpályázatnak a kiírása. Ez 1813-ban e, történt meg, a nemrégiben látott az napvilágot, hogy ezen a tervpályázaton valószínűleg részt vett az a József Lenné is, aki később a, a porosz udvarban a Sanssouci kertnek, illetve a, a berlini Tiergartennek a tervezője volt. Tehát ebből tudhatjuk, hogy valószínűleg ez egy elég komoly mm. projekt lehetett. Ezt, ezt a Christian Herrich Nebbien nyerte meg ezt a pályázatot. Ő egy autodidakta egy kertművész volt, egy lübeki szabómester fia, aki a nyugat-európai tanulmányai után különböző birtokrendezésekkel foglalkozott, és ebben az időszakban a, a Brunswickoknak Martonvásáron egy, egy a kastély körüli parkrendezést, birtokrendezést hajtott végre. És ezt a tervpályázatot úgy nyerte meg, hogy 1816-ra kész lett a részletes tervekkel, és ez egészen 1836-ig felügyelte a kivitelezési munkákat. Akkor ebben a tervben alapvetően egy park volt intézmények nélkül, azok nélkül, az intézmények nélkül, amiket ma ismerünk. Igen, ez egy, ez egy klasszikus tájképi kertként jött létre, és ilyen minőségében az elsők között van. Az egész világon. Tehát a, az angol irodalom az a Birkenhead Parkra mondja azt, hogy az első igazi közpark volt. Tehát a közpark alatt azt értem, hogy egy, egy város a saját területén, a köznek, mindenki számára nyitott módon létrehozott népkert. Ugye a, a nagy francia forradalom után a, a különböző európai udvarokban óriási volt a feszültség és a félelem a, 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 annak a kapcsán, hogy a ezek a polgárosodó városok a francia forradalom mintájára mindenféle forradalmakat fognak kirobbantani, és próbáltak ilyen, ilyen népjóléti intézkedéseket tenni, Sora nyitották meg a korábbi főúri kastélyokhoz tartozó vadászkerteknek és kastélykerteknek a, a sorait. Ugye a Hyde Park is ebben az időben lett, lett a köz számára látogatható, és ezek jóval korábbi parkok, de az, hogy egy város saját maga elhatározza, hogy ő maga akar egy közparkot létrehozni, erre gyakorlatilag a Városliget az első példa. Ugorjunk a jelenkorba. Eh, ahogy említettem a, a bevezetőben, van egy vita arról is, hogy tulajdonképpen akik kimennek a Városligetbe most, polgárok, azok miért mennek oda? Eh, milyen adataink vannak a tekintetben, hogy, eh, hogy ebben igazságot lehessen tenni erről, Igen. ebben a vitában? Tehát van, van egy objektív adatunk, ez egyébként nyilvánosan letölthető a Liget Budapest projekt oldaláról is, és az ő megrendelésükből készült. A Budapesti Corvinus Egyetem tájépítészeti kara készítette a parkhasználóknak a kérdőívezésével, és ebből az derül ki, hogy hogy a jelen állapotában is, pontosabban az, az 2014-es a fölmérés, abban az állapotában a, a közpark, a szolgáltatásait, kifejezetten a közparkért a, a látogatóknak a 60%-a ment oda, és 40% pedig a különböző intézményekért. Ugye az állatkert, illetve a közlekedési múzeum, illetve a, a műcsarmak és a szépművészeti múzeum azok, akik a leglátogatottabbak, illetve a Széchenyi fürdő. Amellett még van egy ilyen ö, olyan látogatottsági fölmérés is, ami arra alapul, hogy a, hogy a különböző turisták, amikor fényképet készítenek és föltöltik az mindenféle ö, ilyen közösségi oldalra, ö, ezekből most már nagyon jó tematikus térképek készülnek, amik, amik mutatják, hogy mennyire... A, tehát a fényképek sűrűségéből ből próbálnak arra következtetni, hogy, hogy a látogatottság az, az milyen arányú. És hát azt lehet látni, hogy a, hogy a, Városligeten belül is a leglátogatottabb pontok, azok a, azok a környék, nyilván a fesztiválok miatt, meg, meg, egyéb miatt, illetve a Hősök tere, ugye ott az egy ilyen közlekedési csomópont, ahol meg hát maga a Hősök teréről sok kép készül. Ezek, ezek, vannak előtérben, de, de maguk a használati adatok azt mutatják, hogy a, hogy a látogatottság az, az, elsősorban a közparknak szól, és nem pedig az intézményeknek. Milyen állapotban van most, vagy, vagy volt közvetlenül a rekonstrukció megkezdése előtt a Városliget, mint közpark? Arról is lehetett olvasni, hogy ilyen korábbi beavatkozások következményeképpen, mint, mint a növényvilág összetétele sem egészséges, tehát hiányoznak azok a közepes méretű bokrok, cserjék, nem tudom a megfelelő szakkifejezéseket, amelyek ezt egy eleven megújulásra képes uh -huh. növényi hát A központ, elég rossz állapotban van, hogy a, a, rendszerváltásnak az egyik negatív következménye az az volt, hogy, hogy a zöldfelületi fenntartásra gondozása egyre kevesebb pénz jutott, tehát ez nyomon követhető a a különböző önkormányzati döntésekben, hogy hogy egész Budapestet is nézve az zöldfelületi gondozás az, az, az mindig egyre hátrébb és hátrébb szorult, és ennek következtében nagyon sok mindent kell bepótolni. és az is igaz, hogy a kb. 600 pontosabban 6000 fából, ami most a városligetben van. Ennek a 10%-a nagyjából az vagy egészségügyi okokból, vagy baleset veszély, vagy pedig a túlelőregedettség miatt fokozatos cserére szorulna. De ezeknek a, a, a helye, a helyszínei ezek nem egyeznek meg azokkal a területekkel, amiket most próbálnak kivágni, vagy, vagy átültetni mert hogy ezek az átültetések, kivágások, ezek elsősorban azért vannak, mert a helyüket épületek vagy építmények vennék igénybe. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a, a szocialista éra is elég romboló hatott a parkra egészen a 80-as évekig, ugyanis a, nagyon sokáig folytonosan itt rendezték meg a budapesti BMW, nemzetközi vásárokat, ugye a BMW korszak előtt is, még a két világháború között is ez egy vásárvárosi ügy volt, amit aztán továbbít a, a szocialista érre, és végül a 80-as évek elején, vagy 70 es évek végén, 80-as évek elején sikerült kiköltöztetni a BMW-t. Maradtak utána épületek, aminek a lebontása most történik, vagy most történt meg, ezek nagyon pozitív fejlemények, és uh, tulajdonképpen most érkeztünk el abba a történeti fázisba, amikor azok az épületek, amik, amik uh, foglalták a közparktól a teret, eltűntek. Tehát most uh, el lehetne azon Tehát gondolkodni. Most valósult meg tulajdonképpen az 1896-os ígéret? Uh, ha nem is teljesen, de de hogy most vagyunk a legközelebbi állapotban ahhoz, hogy, hogy innentől két uh, felé vezethet az út. Az egyik az, hogy ezeknek a volt épületeknek a helyét visszaadjuk a parknak. Ez egy olcsóbb verzió. A másik pedig az, hogy, hogy a helyükre építünk múzeumokat, ráadásul ugye ezeknek a múzeumoknak minden befoglaló mérete, tehát a szélessége, hosszúsága, magassága gyakorlatilag kétszerese azok annak, amit a lebontott épületek képviselnek. Ugyanakkor azt tudjuk a, a budapesti fejlesztési dokumentumokból, hogy a Városligetre minden egyes ilyen fejlesztési dokumentum azt mondta, hogy rendkívül túlterhelt állapotban van, és a, a növényállománya nem bírja ezt a terhelést. Tehát annyian látogatják, hogy, hogy amellett a fenntartási összeg mellett, amit mellé rendelnek, lehetetlen jó karban tartani. Na most innentől kezdve a szakmailag... Nagyon erős kérdéseket vett föl, hogyha, hogyha mi szeretnénk múzeumi épületekkel még tovább telíteni ezt a, ezt a megmaradt zöldfelületi részt, akkor hiába újítjuk föl rendkívül sok pénzért a városléget, tehát nem eljárunk úgy, mint mondjuk a millenáris kapcsán érzékelhető, hogy ott is 2000 tájékán egy rendkívül jó rehabilitáció történt, illetve olyan szempontból is példaértékű, hogy egy roldaövezet, tehát egy volt gansz területet ö, ö, alakítottak át közparkát, csak hogy az utána lévő fenntartás, illetve a, a, a használat során, gyakorlatilag a 17 év alatt tökéletesen felszámoltuk azokat, a, azokat az eredményeket, amit 2000-ben az a park kialakítás elért. Mit lehet mondani azokról a tájépítészeti tervekről, amelyek alapján most megkezdődött maga a park rekonstrukció is? Igen, tehát a, a négy helyszínen kezdődött meg. Az, az egyik helyszín az közvetlen a Szépművészeti Múzeumnak a környéke, aminek egy, amire ráfér a rendezés, tehát az a semmi probléma nincsen. Ugye korábban volt egy ilyen állatorvosi rendelő felvonulási épület együttes, ami, aminek a helyére épülne egy ilyen kutya ability park, ezzel sincsen szerintem senkinek problémája, illetve a vakok kertje megújul, amivel szintén nincsen probléma, tehát ezek közparkba való funkciók, ezek, ezek teljesen alattámozhatóak. Teljesen jó, hogy ez így történik. Az egyetlen egy elem, ami, ami kérdéses, az a vakok kertje mellett kialakítandó új sportpálya területek, amik elsősorban a környező iskoláknak a, a sportudvarait helyettesítő dolgok. És ezzel az a probléma, hogy hogy gyakorlatilag a vakok kertje mellett, a vakok kertje és, a, és az ajtosi Dürer sor közötti sávban egy olyan parkrészt talál meg ez a fejlesztés, ami most jelen pillanatában tényleg ilyen ligetes, nagyon csendes, pihenő park jellegű történet, burkolatok nélkül, és ezek miatt kell a, a kötött geometriája, a, ugye egy a sportpálya nem lehet akármilyen alakú, miatt fákat kivágni. Ugyanakkor pedig ott vannak a, a lebontott épületeknek a területei. Én elsősorban a, a közlekedési, volt közlekedési múzeumra gondolok, amiről a kormánydöntés is született, hogy, hogy ez, ezt egy más helyszínen fogják megvalósítani, ennek nagyon örülök. Ugye akkor nem bírták elengedni ezt az ideillenes FAF pavilont, és szeretnék újraépíteni a semmiből, aminek viszont nem örülök. emléki szempontból is ez elősen kérdőjeles történet. Uh, és uh, azt gondolom, hogy például ennek a közlekedési múzeum építési helynek a területe sokkal ideálisabb lenne ezeknek a sportpályáknak. Ugyanis itt nem kell fát kivágni, sokkal közelebb vannak az érintett intézményekhez. Uh, a Hermine út az kevésbé forgalmas, mint az ajtósi dűrrel, és uh, gyakorlatilag a meglévő növényállománynak a, a igénybevétele nélkül Lehetne, lehetne, ott egy tényleg jó sport területet létrehozni. Úgyhogy ez, 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 a legfőbb probléma. Nem, nem is feltétlenül a fakivágásokkal van a probléma, hanem, hanem hogy meglévő zöld helyére burkolt területeket létesítünk. Ugye egy meglévő zöld az mindig értékesebb, mint egy újonnan létrehozott, mert ugye 30-40 éves távlatokról beszélünk, amikor egy újonnan létrehozott zöld felület elkezd élni. Ugye a fákat nem lehet ugye előnevelt állapotban át lehet ültetni, de azzal nyerünk maximum 10 évet. Tehát nagyon oda kell szerintem arra figyelni, hogyha egy, egy meglévő zöld felülethez nyúlunk hozzá, mert annak a pótlása nem egy-két napos vagy egy-két éves történet, hanem évtizedekig elhúzódik. Ja, ezt a beszélgetést ezt nem lehet befejezni, legfeljebb csak abba hagyni. Remélem, hogy még vendégünk lesz itt a stúdióban, és más a Városligethez tartozó fejlesztésekről is, Tudunk beszélgetni, elmondhatja majd a véleményét, és hát azt is reméljük, hogy azok az észrevételek, amelyeket a, a szakemberek fogalmaznak meg különböző fórumokon, azok valamilyen mértékben azért alakítják a végleges terveket is. Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.